A megszentelt életből sem jó a lájtos. Jó tanácsok Ferenc pápától. Főpásztori szentmisék az ünnepnapon, egyházmegyei körkép. Szociális biztonság, egyezményt írt alá az USA Magyarországgal. Üdvözlöm Önöket, jöjjönnek a részletek! Ne lájtosan éljék meg életüket a megszentelt személyek, ehhez is szolgált néhány jó tanáccsal Ferenc pápa február 2-án a Szent Péter Bazilikában Gyertyaszentelő Boldogasszony napján bemutatott ünnepi szentmiséjén. Egyházunk 1997 óta ezen a napon ünnepli a szerzetesek és a megszentelt életet más formában élők világnapját. Az engedelmesség és a bölcsesség hozzásegíti a szerzeteseket, hogy ne önmaguk karikatúrái legyenek, és ne lájtosan éljék meg a megszentelt életet. Erről és a szerzetesi élet korszerűsítéséről is elmélkedett Ferenc pápa a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén bemutatott szentmiséjén. Isten időnként egy tapasztalatlan fiatalnak is megadhatja a bölcsesség ajándékát, ha kész arra, hogy az engedelmesség és a lélek általi taníthatóság útján járjon, mondta a pápa és hozzátette. Az engedelmesség útján való álhatatosság mérlegeli a személyes és közösségi bölcsességet, és így módon lehetővé válik a szerzetesi szabályzatok korhoz igazítása is. A valódi korszerűsítés ugyanis a taníthatóság és az engedelmesség által megérlelt bölcsesség műve. A megszentelt élet évében arra hívta fel a figyelmet az egyházfő, hogy a szerzetes élet karikatúráját jelenti a Krisztus követés a lemondás nélkül, az imádság találkozás nélkül, az együttélés kommunió nélkül, az engedelmesség bizalom nélkül és a szeretettevékenység transzcendencia nélkül. Ferenc pápa vasárnapi bejelentése, miszerint júniusban Szarajevóba utazik, nagy lelkesedést váltott ki a Bosznia-Hercegovina lakóiból, és nem csak a katolikusokból. Több egyházi elöljáró is nyilatkozott a témában. A látogatás megerősíti a pápa szegények iránti elköteleződését, ami a Latin Amerikából érkezett főpapot jellemzi már a kezdetek óta, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Luigi Pezzuto, Bosznia-Hercegovina apostoli nunciusa. Vinko Pújics, bíboros érsek nagy eseménynek nevezte a látogatást az egész ország számára. Bejelentette, a fogadás előkészületei azonnal megkezdődnek. A pápai utazással kapcsolatban a bosznia-hercegovinai iszlám közösség is pozitívan nyilatkozott. Üdvözöljük Ferenc pápa jövetelét, aki az együttműködés, a megértés és a haladás ösztönzője, mondták. A látogatást a katolikus egyházi vezetők a béke és a párbeszéd útjának nevezték. Az országban a béke folyamat elindult, de még nem fejeződött be. Továbbá nagy szükség van a felekezetek közötti és vallásközi párbeszédre is, hangsúlyozták. Ferenc pápa ad limina, azaz szabályos időközönként kötelező látogatáson fogadta a litván püspöki konferencia tagjait. Litvánia 3,2 milliós lakosságának 78%-a katolikus. A Szentatya arra buzdította őket, hogy támogassák a családposztorációt, védjék a család intézményét mindazoktól az ideológiáktól, amik meg akarják gyengíteni azt. Felhívta a figyelmet a meggyőződéses világiak képzésére, akik így felelős szerepet vállalhatnak az egyházi közösségen belül, illetve keresztény értékekkel gazdagíthatják a civil társadalmat. Majd arra szólította őket, hogy gondoskodjanak a szegényekről, a rászorulókról, a munkanélküliekről, a betegekről és az elhagyatottakról. A Szentatya hétfőn a litván püspöki konferencia tagjain kívül fogadta még Agostino Valini bíborost, római helynökét. Ezt követően Christoph Schönborn bíboros bécsi érsek járult elé, majd Franciaország leköszönő szentszéki nagykövete tett búcsúlátogatást a pápánál. Egyházmegyei körképünk következik Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről és egyben a megszentelt életnapjáról. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepéről és a megszentelt életnapjáról szentmisével emlékeztek meg hétfőn a kora esti órákban az egyházmegyék székesegyházaiban. Erdő Péter bíboros az esztergomi bazilikában celebrált szentmisét. A gyertyaszenteléshez kapcsolódva beszédében a bíboros a világosság és a sötétség témájáról szólt. Jézus feltámadásával bizonyította, hogy erősebb a gonosznál, fogalmazott Erdő Péter.
Szombathelyen 7 szerzetes rend, több mint 50 szerzetese vett részt a közös szertartáson, melyet Veres András megyés püspök celebrált. Beszédében a püspök arra utalt, sokan megpróbálják, de nem mindenki képes ezt az életet élni. Csak értelemmel nem lehet, teljes szívvel, lélekkel kell Isten felé fordulni. A homíliát követően a szerzetesi közösségek tagjai megerősítették fogadalmukat, ezzel is újra kifejezve végérvényesen Istenhez tartoznak. A fehérvári székesegyházban a megyés főpásztor vezetésével adtak hálát az egyházmegyés papok és szerzetesek Istentől kapott hivatásukért. Nagy a hitetlenség, ezért hatalmas szükség van a keresztény tanúságtételre, arra az életformára, amely önmagában Krisztus országát hirdeti, hangsúlyozta beszédében Spányi Antal megyés püspök, majd arra biztatta a híveket, imádkozzanak új hivatásokért. Udvardi György pécsi megyés püspök a Pécs belvárosi Gyertyaszentelő Boldogasszony templomban megtartott szentmisén a szerzeteseket ajándékoknak nevezte, akiket az Isten ajándékozott az egyháznak. A főpásztor az egész emberiség nevében megköszönte a szerzeteseknek, hogy vállalják azt az örömteli, ám önfeláldozó létet, hogy a kétkedőknek és a megfáradtaknak is megmutatják Krisztus arcát. A Szegedi Dómban Kisrigó László, a Szeged Csanádi Egyházmegye püspöke tartott szentmisét, amely során elmondta, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének lényege hármas, a szolidaritás, a találkozás és a tanúságtétel jellemzik, amelyek főként a szerzetesek példáján keresztül mutatkoznak meg a mindennapokban. A szentmisén közel 40 szerzetes vett részt, a ferencesek, a minoriták, a jezsuiták, a piaristák, a hódmezővásárhelyi domonkos nővérek, valamint a szegedi és makói iskola nővérek közül. Magyarországra látogat a katolikus Salom közösség alapítója. Moises Azevedo február 9-én 19 órakor Budapesten a Loyola Caféban fiatalok kérdezik majd a brazíliai közösség alapításáról és küldetéséről. Az alapítótól tippeket kaphatnak az érdeklődők, hogyan élhetik meg a hitüket a Jézussal és a másikkal való személyes találkozásban, miként tapasztalhatják meg az igazi békét és örömet, és hogyan hirdetik az evangéliumot az életükkel. A Salom közösség magyarországi tagjai a Bórum híreknek elmondták, hogy bár igen rövid lesz az alapító látogatása, mégis nagy jelentőséggel bír számukra. A programra minden érdeklődőt várnak. A rendőrséggel és jezsuita rendtársaival együtt továbbra is keressük Varga László jezsuita atyát. A budapesti rendházban kedden látták utoljára. Hajnalban hátizsákkal indult el észrevétlen. Aki látta vagy információval rendelkezik Varga László atya hollétéről, kérjük jelezze a rendőrségen vagy a jezsuitáknál. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Colin Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagykövete kedden a szociális biztonságról írta le egyezményt az EMMI székházában. Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Colin Bell, budapesti amerikai nagykövet egyezményt írt alá Magyarország és az Egyesült Államok szociális biztonságát érintő kapcsolatainak jövőbeli szabályozásáról. A megállapodás aláírásakor a tárcavezető kiemelte, a két ország együttműködésének legfontosabb célja kell, hogy legyen állampolgáraik életminőségének, helyzetének kölcsönös javítása. A miniszter szerint több mint 10 000 embert érint a most megkötött megállapodás, amely, mint közölte, egyébként az első, amelyet az új amerikai nagykövettel írtak alá Budapesten. Az amerikai diplomata elmondta, a megállapodás méltányosabb és tisztességesebb feltételeket biztosít azoknak, akik mindkét országban vállaltak munkát. Rohamosan terjed az influenza. Egy hét alatt megháromszorozódott a betegek száma. Több mint 47 000 fordultak orvoshoz ugyanazokkal a panaszokkal. A járvány egész Európán végig söpör. Az influenza járvány miatt több budapesti és vidéki egészségügyi intézményben rendeltek el látogatási tilalmat, közölte az ANTS. Visszamenőlegesen utalják a többletforrást a házi orvosoknak. Ez praxisonként 130 000 forintot jelent havonta, mondta az egészségügyért felelős államtitkár hétfőn Budapesten. Zombor Gábor sajtótájékoztatón azt is közölte, márciustól már havonta kapják az emelt összegű támogatást. Hozzátette még, a házi orvosok támogatása tovább folytatódik, jövőre hasonló nagyságrendben kapnak majd pénzt az alapellátásban dolgozók, amely összeget a házi orvosok mellett tevékenykedő szakdolgozók bérezésére fordítják majd.
Közel 1400 iraki halt meg terrorista és erőszak cselekedetek miatt Irakban csak januárban, tette közzé az ENSZ. A szervezet egy korábbi jelentése szerint a biztonsági helyzet Irakban hosszú évek óta 2014-ben volt a legrosszabb. Idén januárban 1375 iraki öltek meg terrorista merényletekben és más erőszakcselekményekben, s további 2240 főre tehető a sebesültek száma csak az év első hónapjában, tette közzé hétfőn az ENSZ. A közel-keleti ország biztonsági helyzete drámaian romlott tavaly június óta, amikor véres harcok kezdődtek az iszlám állam fegyveresei és az iraki biztonsági erők között. Az iraki és szíriai helyzet tragédiájára Ferenc pápa többször is felhívta a figyelmet. Legutóbb pénteken a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédre létrehozott Nemzetközi Vegyes Bizottság tagjaival való találkozásán hangsúlyozta, az Irakban és Szíriában dúló háború óriási tragédia, amelyre sürgősen megoldást kell találni, méghozzá tárgyalások útján, mondta a pápa. A chilei elnökasszony darázsfészekbe nyúlt. A világ egyik legkatolikusabb országában ugyanis egy olyan törvényt terjeszt a parlament elé, melyben enyhítene a terhesség megszakítás büntetésén. A dél-amerikai országban törvényileg tiltott az abortusz, ezért évente nők tízezrei végeztetik el a műtétet illegális körülmények között, amellyel súlyosan kockáztatják saját életüket. A halálesetek száma szintén ezres nagyságrendű. A műtét elvégeztetése 5 év börtönt von maga után, ha kiderül. És bár a chileiek többsége elítéli, hogy bíróság elé állítsák az abortuszon átesett nőket, továbbra is kiállnak a művi terhesség megszakítás tilalma mellett. Híreink végén arra buzdítom önöket, hogy mielőtt még a hétvégén bezárna a Pálosaink a Fehér Barátok című kiállítás, tegyenek kirándulást a Baranyai megyeszékhelyre, és ismerjék meg a magyar alapítású szerzetesrend történetét. És ha már Pécsen járnak, egészítsék ki a tárlaton szerzett élményeket a Pécsi Tudomány Egyetem Egyháztörténeti Kutatóközpontja, az Országos Széchenyi Könyvtár és a Magyar Pálosrend közös konferenciájával, melyet február 5-én és 6-án rendeznek az egyetemen. A részletes programot megtalálják az osk.hu oldalon. A Bunum híreket látták, várjuk híreiket, fotóikat és videóikat. Ha tehetik, támogassák a Bónum Televízió missziós munkáját, hívják adományvonalunkat. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!